Nekem mindig azt tanították, hogy a saját utamat járjam, és nem mások jó indulatára számítsak. Nekem ez be is vált. 19 évesen saját vállalkozást vezetek. Édesanyám kitartása és elszántsága volt számomra a példa. Én nem vagyok politikus. Én csak egy egyszerű vidéki lány vagyok. De egy ugyanolyan kis településen nőttem fel, mint Szentvázsony. Éppen ezért tudom, milyen nehézségekkel kell megküzdeni az itt élőknek. A munkanélküliséggel, a fiatalok elvándorlásával, a forrás hiánnyal. Pontosan látom, milyen felbecsülhetetlen értéket képviselnek a helyi kisvállalkozások, a közösség összetartása, a csodás természeti adottságok. A megválasztásom esetén mindent megteszek, hogy ezeket a lehetőségeket maximálisan kiaknázzuk. Beruházóként nagy fantáziát látok a környék adottságaiban, és Miklós Janka véleményem szerint reálisan látja a piaci lehetőségeket, amelyek kiaknázásához megfelelő kapcsolatokkal is rendelkezik. Szentvázson jövője elképzeléseim szerint a turizmuson alapszik majd. Terveink szerint ősszel már meg is indul egy óriás beruházás, ami rengeteg új munkahelyet teremt. És ez nem csupán választási ígéret. Az ötcsillagos Aqua Deluxe Wellness Hotel, kaszinó és a Matthias Rex történelmi élménypark már javában fejlesztés alatt áll. Csak amíg épül a szálloda, több száz embert fog eltartani. Aztán, ha megnyit, 174 alkalmazottal és tucatnyi állandó beszállítóval számolunk. A családommal együtt mi hiszünk Szentvázsonyban, hiszünk a helyi föld erejében, és abban, hogy a helyi gazdáknál van a legjobb kézben. Azt akarjuk, hogy fáradtságos munkánk gyümölcsét mi, szentvázsonyiak arassuk le, mert büszkén vallom magam szentvázsonyinak. Polgármesterként mindenek előtt a legégetőbb problémákra keresek majd megoldást. Fejleszteni kell az infrastruktúrát, beleértve a közvilágítást, a szemétszállítást és a kikötő felújítását. De független jelöltként garantálni tudom, hogy mindezt a politikai pártok befolyása nélkül tiszta kézzel fogom végigcsinálni.